Jó estét kívánok mindenkinek! Jó estét, jó estét! Máté Lala. Gyula, jó estét Ákos mindenkinek! Kívánnék jó estét még egyszer! Menjünk tovább az anyaggal, drága barátaim! Mégpedig olyan, hogyha jól emlékeztek, akkor abba fogtunk bele, abba a témába kezdtünk bele, pontosan egy héttel ezelőtt egy igen fontos és uh, lehet, hogy kevésbé ismeretes téma, a szombati mécsesek felgyú, meg fellobantásának törvényei, szokásai. Ezt kezdtük el a múlt hét kedden, és ezzel fogjuk most folytatni. És ott hagytuk abba egy rövid kis ismétlés, mindenkinek jó estét még egyszer, aki most kapcsolódik be. Ott hagytuk abba, illetve tanultuk a múlt héten, hogy a dolognak az, az eredete, hogy honnan, honnan tanuljuk a gyártyújtásnak a micváját, az előírását, és azt mondtuk, hogy a, hét, egyik a hét rabbinikus micvának, hogy ezek egyik azoknak a vagy ugye azoknak a rabbinikus micváknak, amit tulajdonképpen a, a rabbik rendeltek el. Ez mind egy kiegészítés, ez a, ugye a 613 micvának. És um, azt mondtuk, hogy a Midrásban van rengeteg ok arra, hogy miért kell gyertyágyújtsunk. Az egyike, ugye a két legismertebb ok az az, volt, hogy legyen házi béke. Ugye nagyon érdekes nagyon érdekes megoldást talált erre a Midrás, illetve a Talmud is hozta ezt a, ezt a, ezt, a, ezt a törvényt. Mi azt mondjuk, hogy, ne, hogy valaki ugye elbotoljék otthon a, a kőben, vagy egy fadarabban, és ahhoz, hogy ez rendben legyen ez a dolog, és hogy elessen ugye otthon az ember a sötét lakásban, ezért ar arra volt szükség, hogy a, világ, hogy a lakás az jó meg legyen világítva. Hogy lehetett ezt akkor és ott a Talmud idejében, illetve az azt követő időkben megtenni, mióta gyertyagyújtás a gyertyagyújtás, a ugye gyertyákkal nem volt még verőfényes, nem, nem volt még csillár, nem volt még más világító alkalmatosság, és ezért ugye a gyertyákban gyertyák mellett döntöttek bölcsőink, ugye mi vagy nem volt más. Aztán azt is mondtuk, hogy a szombati tisztelet miatt kell, hogy gyertyát ezt a két okot hoztuk, illetve még egy párat, ami kevésbé szignifikáns sokkal volt, azokat is felemlítettük. A mai téma az az lesz, hogy milyen helyeken kell, hogy gyertyát gyújtsunk, illetve a gyertyagyújtás idejébe fogunk belemenni, és azt fogjuk el megkez áttalulmányozni. Ugye ez a mai órában nem fog beleférni, mert ez egy kicsit hosszabb téma lesz, de szépen lassan, komótosan fogunk haladni az anyaggal, és akkor reméljük, hogy mindenki számára ez a dolog ez érthető lesz, és akkor már semmi nem választ el majd minket attól, hogy szombati vagy ünnepi gyertyákat gyújtsunk szombat, illetve az ünnep bejövete el előtt. Na, akkor menjünk bele tulajdonképpen, hogy a döntéshozó rabbiknak van egy érdekes vitája arról, azt illetően, hogy a gyertyák azok hol kell, hogy legyenek meggyújtva. És azt mondtuk, hogy az ikár micva, ugye a micvának a lényeges része, és itt hagytuk abba, a lényegi része az az, hogy az ember azt azon a helyen, ahol az illető falatozik, pénteken este, ott legyen meggyújtva a gyertya. Erre bölcsénk azt mondják, hogy ebbe is ugye vannak szokások, van, aki azt mondja, hogy mindenféleképpen az asztalon kell, hogy legyen, és vannak olyanok, megint mások azt mondják, hogy mások azt mondják, hogy nem feltétlenül kell, hogy az ember aztán, hanem azon a szobában, abban a szobában legyen, ahol, ahol, az ember étkezik. És megint mások azt mondják, hogy ez az asztalak egy bizonyos részén kell, legyen, ugye, hogy ezt az Arizának, a híres kabalistának, ugye a, a dalából tanulhatjuk. De azt gondolom, hogyha szokás mellett kéne döntenünk, akkor, hogyha valaki az asztalára helyezi a gyertyát, és hogyha nem is veszi oly szigorúan, hogy az asztalának melyik részére teszi, akkor mindenféleképpen az asztalra kerül. Most egy nagyon fontos, apró öm, hozzátétel, ami öm, talán ugye azért tényleg egy fontos, és nagyon-nagyon olyan dolog, amit célszerű észrevenni. E praktikusok. Mi van akkor, ha sok gyerek van, vagy unoka, vagy barát, vagy sok sok vendég érkezhet, ugye nem feltétlenül a pandémiában, de az azt követő ideg, időkben majd, ugye nagyon kell figyelni arra, hogy nehogy leverjük a gyertyákat. Vagy most majd fogjuk tanulni, hogy sokszor előfordul, hogy ezek a gyertyák, azok igencsak útba lehetnek, és ahelyett, hogy a, 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 az, asztal helyet körül, az asztal körül helyet foglaló egyéneknek, illetőknek, barátoknak adnánk még több helyet, ezáltal az a, 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 a által inkább csak elveszik tőlük helyet. Erre azt mondják a bölcsek, hogy ha lehet és játszik az ember megoldhatja, akkor legyenek az asztalon, de hogyha a dolog veszélyes, akkor ter természetesen tehet egy másik helyre, tehet egy vitrinbe, tehet egy olyan magas helye, magasabb helyre, ahol semmiféleképpen nem lesz bántódása, nem, bo nem borulhat el, és Isten nem fog valamit felgyújtani. Érde, érde, érde olvastam érdekes dolgot, az egyik rabbitól nem emlékszem ki volt, talán a Bálsém Tov, azt mondja a hogy hogyha egyszer leesik egy gyertya, és ez legúrul az asztalra égve, akkor ez, ez gúl, akkor ez egy érdem, persze nem gyújt fel semmit, ez egy érdem arra, hogy az embernek soha nem lesz otthon lakástűze. Érdekes dolog, de nem tudom, hogy a, a honnan veszi ezt a dolgot, de hát egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon érdekes dolog. Ugye, és azt mondjuk, hogy akkor ez lehet, lehet a vitrénben, lehet ugye az asztalon is akár kell, de hogyha minket majd zavar, vagy zavarhat az étkezés folyamán, vagy az est folyamán, akkor nem kötelező asztalra tenni. Az viszont biztos, hogy mindenféleképpen abban a teremben és abban a szobában kell legyen, ahol étkezünk. Egészen odáig, hogy a bölcsek azt mondják, a döntéshozó rabik, hogy már az sem olyan jó, hogy az ember egy olyan helyre teszi, ahonnan láthatja a gyertyát. Tehát a lehetőség szerint mindig abban a szobában legyen, Uh, ahol, ahol étkezünk. Husz, hisz, ahogy a múltkor mondtuk, ugye vannak, van a micának egy lényegesebb része, ikár és ikár mica, a lényegesebb része, a lényeges része az az, hogy azt a helyet világítsuk meg leginkább, ahol étkezni fogunk. És ez az étkezés, hogy ahol az étkezés történik, ott kell, hogy égjenek a gyertyák. És kicsit menjünk bele abba, hogy uh, mit kell tudni arról, mit kell tudni arról, hogy uh, uh, mi van akkor, hogyha uh, a gyertyák számát illetően. Aztán majd belemegyünk a gyertyák típusaiba is. Ugye azt mondjuk, hogy az első, van egy olyan szokás, ami szerintem a legtöbbünk számára ismeretes, az az, hogy azokon a helyeken, illetve annyi számú, annyi gyertyát gyújtunk meg, ahány gyermek van már a háztartásban. Ugye ami azt jelenti, hogyha van éppenséggel született két gyermekünk, akkor ugye négy gyertyát gyújtunk. Ugye a múltkor azt mondtuk, ezt nem, csak ismétlésképpen nagyon gyorsan elmondanánk, hogy mindenféleképpen kell legyen egy gyertya. Egy gyertya, ez a minimum. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, ugye, hogyha valaki még hajadon, egy hölgy, vagy akár egy óra, hogy olyan helyre érkezik, ahol ott, ahova érkezett, ott nem gyújtanak neki gyertyát az ő tiszteletére, vagy éppen ő még valamiért nem nyújtott volna a gyártyát, akkor azt mondjuk a múltkor, hogy ugyanúgy kötelessége a férfiaknak is gyertyát gyújtani, mint a hölgyeknek. Tehát nincs kivétel. Tehát azt mondjuk, hogy ez az egy, az a minimum. Ha van egy hajadon férf, vagy egy hajadon nő, a, lány, akkor nekik mindenféleképpen egy gyertyát kell a gyújtsanak. Aztán van a szokás, ami azt mondja, hogy ha már férjezett élet, hogyha valaki már házas, házasság adta a fejét, és van egy felesége, van egy férje, akkor, akkor az ember az illető gyújtson kettő darab sábeszi gyertyát, egyet egy az keneged, egy, egyet ad, egy, 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 egyet a férfi és egyet a nő tiszteletére. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy minden egyes gyermek után, hogy az, ahogy ezt az előbb elkezdtük mondani, minden egyes gyermek után gyújtson még egyet. Azaz például, hogyha egy háztartásban négy gyermek született, akkor összesen hány gyertyát fogunk meggyújtani? Összesen meg fogunk gyújtani hat darab Gyertját. Hat darab gyertját fogunk gyújtani, ami azt jelenti, hogy azon a tálcán, itt van Zámi barátunk és a kisfiam, egy, egy tálcán összesen akkor 6 gyertya lesz. Most arra nagyon kell figyelni, erre majd ki fogunk térni, erre is, hogyha több család gyújt, gyújt valamilyen oknál fogva egy helyen, egy szobában, a, akkor is legyenek a gyertyák elkülönítve. Tehát az nem jó megoldás, hogyha tegyük fel van 15 ember, 15 uh, asszony, aki gyújt egy tálcán, és az összes gyertya az egy üzenő tálcán van meggyújtva, és nincs közötte semmi különbség. Akkor ez nem megfelelő. Ugye azt mondjuk, hogy legyen némi nemű különbség a gyertyák között. Aztán van egy másik szokás, van egy jó pár szokás. A másik szokás az az, hogy vannak olyanok, akik hét gyertyát gyújtanak megfelelően, a teremtés ugye, a hét, hét, napjának megfelelően. Aztán vannak olyanok, akik, akik nem hét gyertyát gyújtanak, hanem tizet, és vannak olyanok, akik 36-ot. Ugye miért gyújtanak 36-ot? Azért gyújtanak 36-ot, mert van egy bizonyos oraganusz, egy ilyen elrejtett fény, amit az örökkévaló való a teremtés pillanatától kezdett el, azzal kezdett el megvilágítani a világot. Ez egy nagyon különleges, nagyon misztikus és spirituális fény volt, amely, amely, fény aztán el is illant, és továbbá meg sem, meg sem nem is, nem is level álladott tovább, nem is mutatkozott meg tovább a világban, és nem mutatta meg az orcát, és ez a különleges titkos fény, ez az első, az első Teremtés napjától kezdve összesen 36 órán keresztül éget. Ezért vannak olyanok, akik azt mondják, hogy gyújtsunk meg ennek megfelelően 36 darab gyertyát. Ugye mi van akkor, hogyha valaki meggyújt egy gyertyát? Azt mondják a bölcsek, hogy általában, amúgy, hogyha például visszatérünk egy pillanat elejéig a, a gyermekek ö, számának, vagy a számnak megfelelő gyertyagyújtáshoz, akkor, akkor a kabalára azt mondja, mi életmázzál, hogy abban a pillanatban, hogy gyertyát gyújtunk, valaki kedvéért, egy valakinek a tiszteltére, akkor abban a pillanatban megvilágítjuk az ő mazáját, az ő szerencse az ő szerencsét, és ezáltal egy különleges isteni áldásban részesület. Ezért is nagyon fontos, hogyha lehet, akkor tényleg um, így ennek megfelelően gyújtsuk a gyertyek. Tehát azt mondjuk, hogy van ebben is um, azért jó pár szokás, hogy az, erre, 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 azt kell, hogy mondjam, hogy mindenkinek meg kell, hogy kérdezze a saját kezelőorosát, gyógyszerészét, rabját, meg kell nézni, mi volt a, szak, a, 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 a a családban a szokás, és ha nem volt szokás, vagy hogy esetleg a nagymamának volt egy szokás, akkor lehet, vagy célszerű azt követni. Ha meg nem volt szokás, akkor tényleg minimum az a kettő, de talán az egyik legismertebb és legelfogadottabb az az, hogy a gyermekek számának megfelelően gyújtunk gyertyát. Ugye múltkor már azt mondtuk, hogy minden egyes olyan gyertya, olyan asszony, aki megfelelő szigorsággal, szigorúan és hitbuzgóan veszi a gyertyagyújtást törvényét, annak talmud fiai lehetnek, és nagyon különleges gyermekeknek ad üm, nemzet, nemzet, majd meg. Üm, következő rész, amiben bele fogunk menni, üm, üm, ugye ez az az, <köszön> a gyertyődőság gyújtással kapcsolatban, hogy gyorsan azt fogjuk átvenni, hogy milyen gyertyákat, milyen anyagból lehet, miből lehet gyertyát gyújtani. Hát, miből, miből kell, hogy legyen a gyertya. Erre bölcsődik azt mondják, hogy ö, ö, ugye a legismertebb talán az olívaolaj. Nem csak, nem csak így a Hanukakor, mert Hanukakor minden bizonyal az, hanem van egy olyan szokás, ö, amely azt mondja, hogy minden egyes alkalommal, minden egyes erev sábeszkor, azaz szombat bejövetelét megelőző időben, ebben is majd belemegyünk, hogy pontosan mikor kell és hogy kell a gyújtani. A praktikába is bele fogunk menni egy szerintem egy-két hét múlva, amikor egy előttünk lesz két pamot, két gyerab gyertyatartó, ott el fogjuk játszani az összes szituáció, hogy hogy kell gyertyát gyújtani, mit kell csinálni a gyufával, hova kell tenni, hova nem kell tenni, hova nem szabad tenni, szabad -e a gyertyákat mozgatni, és minden egyes apró praktikába bele fog menni. Ugye az nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy mivel lehet gyújtani. Erre azt mondjuk, hogy olivaolaj olaja, mindenféleképpen. Sőt, mi több, vannak, akik azt mondják, hogy az előbbiekben megelmített talmutodós fiúk, azok dávki akkor lesznek, akkor lesz majd részes a család ilyen fiúknak, hogyha valaki oliva olajat használ. De ez nem feltétlenül. Ugye vannak, akik megint máskor azt mondják, hogy ez mindenféle gyújtásnál illet. Aztán a bölcsék azt mondják, hogy van, aki... hogy a, a, minden olyan, olyan fajta olaj, amiben a kanóc a megfelelően ég, vagy a gyertyabél, az, az az jó lett. Például fagyú gyertya, és az ahhoz hasonlatos gyertyák volt, például a paraffin ugye, ami ismeretes. Nálunk a Havádban a szokás az az, hogy viasz gyertya, vagy fagyú gyertya, vagy paraffin gyertya használata, de természetesen ahogy mondtuk, lehet oliva olajjal is gyújtani. Um, most nézzük meg, hogy meddig kéne, hogy tartsanak a gyertyának a fényét. Ugye meddig kell a minimum, van egy olyan minimum időintervallum, vagy egy egy, egy egy kis szakasz, amely, egy idő rész, amíg égnie kell a gyertyának. Természetesen bölcsénkebbben is e, erre is megtanítanak minket, és e, ezt a témát, ezt a felületet se hagyják szárazon. És azt mondják, hogy a gyertya az legalább égen e, estig kitart. De a legjobb azonban az az, hogyha a fény az étkezési kitartó. Ugye mit jelent ez? Ugye mit jelent az este, és mit jelent az étkezés? Ebben a vet, milyennek a hálákos vetülete? Ebben később fogunk belemenni, de ugye azt kell, hogy tudjuk -e előjáróban, hogy a gyertyagyújtás ideje az a naplementét megelőző időszak. Ugye ez pontosan, mikor ezt a később fogjuk egész pontosan átvenni, de általában mondjuk példának okáért mondjuk azt, hogy talán a Magyarországon is elég ismertes 18 percet hoznám most ide, és ez a 18 perccel a el, naplement előtt kell, hogy meggyógyjuk a gyertyáinkat. Ugye a 18 perccel a naplement előtt meggyógyjuk a gyertyákat, akkor egész biztosan nem tévedünk és nem hibázunk, és onnantól kezdve a gyertyák kell, hogy égjenek, meddig kell, hogy égjenek. Ugye azt mondjuk, hogy legalább az estig kell, hogy égjenek. Az este a talmudi tanítás szerint nem azt jelenti, hogy a naplemente, van nekünk egy bénasomás, hogy van egy kétséges időszakunk, amikor is a nap lemente, és a csillagok feljövetele között ebben sem menjünk bele, hogy most milyen csillagok, kis csillag, nagy csillag, eh, csillagvirág, eh, egymáshoz közeli csillagok, egymáshoz távoli csillagok, eh, három csillag vagy, vagy több csillag. De a lényeg az az, hogyha az ember, ha lemegy a nap, és még nem jöttek fel a csillagok, ez, 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 ez az időtartam, ez egy kétséges időszak, mert bölcseink, illetve a Tóra se fogalmazott egyértelműen, hogy most akkor az melyik naphoz kell, hogy számítson. Melyik napnak számít. Még az előző naphoz számít, vagy már az azt megelőző, vagy az, az azt követő naphoz tartozik. Ami azt jelenti, hogy ez egy kétséges, időinterválum, kétséges időszak. Ezért mit mondunk, hogy a gyertya az legalább igen, amúgy ezt Hanukána is lehet látni, legalább égen a naplement előtt, vagy a naplementétől, ebből is van egy pár vélemény, a csillagok fejeltélék, az, az az estig. Most az, hogy pontosan mennyi idő telik, mennyi, hány perc telik el a csillagok feljövetele, egész pontosan a naplement és a csillagok fejetele között, ez szintén egy vitatott dolog, de a lényeg az az, hogy bölcsénk azt mondják, hogy legalább estig égen. Most ez az estig égés, ez, ez azt jelenti, hogy amikor már ilyen sötét van, és megjelentek a, megjelentek a csillagok, ezért azt mondjuk, hogy ezt az időtartamot legalább át kell, hogy a gyert, és legalább eddig kell egy égen. Amit nem kell tartani, mert manapság a legolcsóbb teaméncsesek is bőven égnek három és fél, négy, akár annál is több időt, órát persze, és ezzel az embert mehádén, mint a mehádén, a módon tudja teljesíteni a kötelezettségét. Főleg akkor, ugye, hogyha valaki mondjuk olivalajat használ, az még tovább fog égni. Szóval itt nincs probléma. De a lényeg, hogy estig égjen, legalább estig, de a legjobb az az, hogy teszi, a sóha, teszi hozzá gemera, és Pászkenol is hozza, emeli döntvényre a sohán hogyha a gyertyák, azok a vacsoráig ér, égnek. Ugye gyertya fényes vacsorára erre szoktuk mondani. Miért az előbbiekben? Mondottuk azért, mert a lényeg az egész világításnak, illetve a gyertyák fénye a talánnak az az, hogy az ember békességben, tisztelettel és ugye szeretettel tudja megölni a szombati vacsorát, és hogy az egész szombati napja egy különlegesen szép és fényes nap legyen. ennek ugye egyik, egyik legfontosabb ö, szereplő és résztvevője az a pénteki, pénteki vacsora. Tehát legalább addig kell, hogy égen. Tehát még egyszer, azt mondjuk, hogy legalább estig, de a legjobb az, hogy az ember, ö, le, ö, hogyha az étkezési kitart a gyertyának a, a, az ideje, legalábbis addig ég ha valakinek kétségei vannak, célszerű a szombatölt kipróbálni, hogy nehogy akkor szembesüljünk azzal, hogy olyan gyertyát választottunk, ami nem ég elő, elég hosszan, vagy tegyük föl idő előtt leégni, és ezáltal az ember lehet, mondjuk ez elég nehéz, hogy ez így történjen, azért ez, ez tényleg kisebb csoda kell, hogy az ember ne teljesít csak a kötelességet. Um, van egy szokás, hogy amikor előkészítjük a gyertyákat, akkor egy kicsit leperzseljük a kanócokat, és egy gyertyajutás előtt, és ennek az oka az az, hogy a láng, a gyertya a láng az később, ugye amikor meggyújtjuk majd a gyertyákat, akkor bele is kapjon. Most vannak olyanok, ahol ezt a férfiak szokták, ezt a műveletet elvégezni, vannak olyanok, ahol nem, de ez ezért is fontos, hogy nem csak azért, hogy jobban belekapjon a láng és szebben égjen, hanem azért, hogy az ember próbálja ki, hogy nehogy szombat előtt, illetve szombat bejött egy pár pillanattal, vagy pár perccel szembesüljön azzal, hogy lehet, hogy a gyertya az nem úgy ég, ahogy kell. Vagy éppen lehet, hogy bele se kap. Ugye nagyon ritkán előfordul az is, de a kanóc eléggé kevésbé minőségi kanóc, és nehezen kap bele a láng. És főleg akkor, hogy az ember kicsit késik a gyújtással, hogyha több gyertyát kell, hogy meggyújtson, tegyük fel, rengeteg vendég van, és minden vendég tiszteletére gyújtja egy gyertyát, meg van egy raka gyerek is, egy rakás gyerek is, akkor onnantól kezdve ez már egy kérdéses is lehet. Majd fogjuk látni, hogy olyan is van, hogy az illető több szobában gyújt gyertyát, és akkor az egyik szobából a másikba kell menni, amire azért már egy hosszabb időt is igénybe vehet. Um, egy érdekes dolog, csak nagyon ezt, ezt röviden szeretnénk ebbe belemenni, most uh, ez a műkce témája is, itt a szombaton a forgalomból félreállított, vagy kivon dolloknak a törvényeit is ide kéne, hogy hozzuk, és eléggé bele, bele kéne, hogy ássuk magunkat ezeknek a törvényeknek ugye az alapjaiba, most ettől mi eltekintünk, de csak nagyon röviden azt szeretném mondani, hogy ha lehet, akkor még a szombati gyertyák, vagy a mécsesek fellobbantása előtt legyen az asztalon, azon az asztalon, ahol a gyertyák égnek, vagy azon a helyen, hogyha tegyük fel az azt az asztalt, a később mozgatni szeretnénk, vagy arrébb szeretnénk tenni, legyenek, legyenek azon a szent könyvek, vagy olyan könyvek, ami, vagy, olyan, vagy, például egy vekni kenyér, amit majd később az esti kidushoz, a vacsorához fogunk használni, hogy ezáltal legyen mozgatható, ezáltal váljon, vagy mozgatható az asztal. Csak nagyon röviden, hogy azt mondja Állachá, le davar hogy abban a pillanatban, hogyha az asztalon nem lenne egy, 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 mondjuk, hogy egy fontosabb dolog, egy nála, egy, még a gyertyánál is fontosabb, vagy a leégett gyertyánál fontosabb dolog, mint például a kenyér, vagy egy, vagy egy imakönyv, vagy egy zmirajsz, egy olyan kis könyv, amiben az asztali állás benne van, akkor tulajdonképpen az egész asztal az műkcévé válhatna, azaz nem szabadna elmozgatni, nem szabadna elrépteni szombaton, és hogy ezt kicselezzük úgymond, és hogy megtaláljuk a, azt a kiskapod, Isten mencs, hogy így fogalmazunk, azt, azt, a megoldást, amik a bölcsénk mindig megadnak nekik, és a talmud soha nem zárkózik el ezen megoldás kell. Ezt úgy lehet megadni, hogy, hogy az, asztalra teszünk egy kis kenyeret. A tálca, amin a gyertyatartó lesz, már, pedig, mégpedig, hogy, már pedig, vagy ha egyáltalán valaki a gyártyatartókat a tálcára teszi, de ez a szokás, ugyanis a lecsepegő viasz, vagy a esetlegesen kifolyó oliva, olaj miatt ez, nagyon, ez egy eléggé célszerű dolog, a gyertyák alatt fekvő tálcát, illetően megosztanak a bölcsek véleményei, megosztanak a bölcsek véleményei, és ugye abban az, az, a, az a vita tárgya, hogy ha erre a tálcára teszünk egy ilyen értékesebb dolgot, tudjuk fel egy bekni kenyeret, vagy akár egy szeletkenyeret, akkor onnantól kezdve, ha leégtek a gyertyák, és csak is akkor, hogyha leígtek a gyertyák, akkor arrébb lehet -e majd tenni ezt a bizonyos tálcát a gyertyákkal együtt. Tegyük fel abrost szeretnék cserélni. Hogyha azt mondom, hogy mükce, az az mozgathatatlan dolog lesz a gyertye és az azt, az, 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 az alátétnek, az, az használt tálca is, akkor utána meg vagyunk lőve, hisz hogyha tegyük fel, valaki lehette volna az abrosz, vagy valamilyen oknál fogva szeretné megcserélni azt, vagy csak egyszerűen az a, 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 a délelőtti vendégsereg, a vendégsereg a sokkal számosabb lenne, mint az esti, és szeretném ezt az asztalt megtoldani, arrébb tenni, és a tálcát ezáltal ezelőtt még levenni, mielőtt meg megterítek, vagy kipótolni, akkor ez eléggé problémás lehetne, de most ebben nem fogok belemenni. Vannak, akik ezt megengedik, vannak, akik nem, vannak, elzárkoznak ezelőtt, talán az álterebe, az első lubavicserebe úgy paszkén hogy talán ez egy tiltott dolog, legalábbis úgy tűnik, úgy jön ki, úgy érzékelhető abból a nyelvezetből, amit ő a sohanárokban használ, és ahogy ezt leírja ahogy a döntést hoz, de mind, megint mások megengedik ezt a dolgot, tehát hogy mindenki kérdezze meg a saját kezelőolvasát gyógyszerészét. Most ebbe a témába, illetve a témának ebbe a részébe jobban nem szeretnék belemenni. A gyertyagyújtás ideje, kérem tisztelette, ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon fontos dolog. Mikor kell gyertyát gyújtani? Ugye azt mondjuk, ez mindenki, talán mindenki hallott már arról, hát ha nem is mindenki, akkor sokatok hallott már arról, hogy a gyertyagyújtásnak is van egy bizonyos ideje, mint minden másnak, hogy mikor kell gyújtani. Vannak, akik hallottak a 18 percről, vannak, akik hallottak a 2 percről, a nap előtt, persze most erről van szó, vannak, akik 20 perccel, vannak, akik 22, 23, vagy 24 perccel a nap előtt gyújtanak. Most megint csak mellőzném azt, hogy belemennénk abba annak a magyarázatába, hogy hogyan is jöttek ki ezek a számok, hogyan is jött ki a 18-as perc, hogy, de csak nagyon röviden annyit szeretik mondani, hogy ez egy bizonyos mértéke, egy mil, egy kb. egy kilométeres szakasznak a megtételéhez szükséges időpont, hogy ami alatt az, idő, az, ember ezt az ezt a, ezt a, egy ezt a amúgy ez római mértékegységnek is ismeretes is lehet számotokra, az ember megtette, megtette, vagy megteszi, na annyi idővel kell a naplement előtt a gyertyákat fellobbantani. Ja, mondom, nem is vannak eltérő vélemények, egy elég és egy igazán érdekes vita, aki tanulta a köves amiből a traktátust neki már lehetett részebben az élményben. Most uh, ettől én eltekintek, de persze természetesen, hogyha valaki szeretne erről különösebben vagy részletesebben tanulni, akkor, akkor nem zárkozom. el előre, annál mert tényleg egy érdekes téma, és igazán ebben a témában nagyon szépen kidomborodik a talmodi, a disputa, hogy melyik rabbi mire alapozza a véleményét, mi a fundamentum az ő véleményének, Rabbi Yehuda, Rabbi, az összes, az összes uh, Rabbi a Talmudban, hogy mire vélik, és hogyan vélekednek el a dologról, nagyon érdekes. De maradjunk annál, hogy van mondjuk 18 perccel naplemente előtt egy utási időpontunk, és akkor kell, hogy csak a gyertyákat. Most, ezt meg lehet előzni, nem túl, nem nagyon-nagyon sokat, tehát nem 10 órával előtte, de késlekedés is lehet némi egy, 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 keveset. Most a Plaga mincha, a Plaga minha az az időpont, ami, ami a legelső időpont a gyertyagyújtásra. Ezt a jövő héten fogjuk pontosan át, áttanulmányozni, át hogy hogyan is lehet ezt kiszámolni, a plaga minha az idejét. Ez is egy érdekes téma, ezt nem, ezt nem tudjuk kikerülni, mert ez, mert ez nagyon fontos lesz. Itt is lesz egy kis talmudi számolás, de az megígérem, hogy érdekes lesz. És a plaga Minha, ez a bizonyos plaga Minha, ez lesz az, az első időpont, amikor kortól kezdve a bölcsek megengedik azt, hogy az illető a ház asszonya leginkább, vagy ha ő nincs, akkor a ház ura, vagy a hajadon férfi, vagy a hajadon nő meggyújtsa a szombati gyertyákat. Ez az első időpont. Ugye felmerül a kérdés, mi van akkor, hogyha valaki olyan nagy szádik lenne, hogy már pénteken korán reggel, magára szeretné fogadni a szombat szentségét, még jóval azelőtt, mielőtt a szombat valóban ránk köszöntött volna, erre csak azt mondják, hogy szárik se ilyen hogy kell, legyen egy ideje, legyen egy, egy jele elnézést annak, hogy a szombati tisztelet, a szombati, a szombati, um, Oinek Sábesz, hogy Kabot a szombati tisztelet, illetve a szombati élvezet a gyújtja meg a gyertyákat. Ezért majd fogjuk látni, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy bizonyosan egy olyan helyet kell a gyertyáknak találni, hogy az előbb mondtuk, hogy nem olyan helyet, nem feltétlenül olyan helyet, ahol mindig égnek a gyertyák. Tehát, hogyha az ember az, asztalát gyújtja meg az asztalának egy bizonyos helyén minden, minden, minden hétköznap, tegyük fel régen ez így volt, akkor a szombaton egy kicsit tegye arrébb azt, hogy lehessen ész, észre levenni, hogy a szomba tisztelete miatt gyújtotta a gyertyákat, és nem csak azért, hogy csak úgy a nagy igen, hanem a Tisztelet miatt is. Voladt ez a két dolog, ez, ez sokszor összeér. Megint mások pedig azt mondják, hogy ez, ez időben mutatkozzon meg. Ami azt jelenti, hogy ezen a bizonyos plagaminha, most nem mennék bele, jövő héten kedden este 9-től ezt fogjuk áttalományozni, ez a bizonyos plagaminha előtt e, e, ne gyújtsuk meg, és ezáltal már egyértelművé válhat mindenki számára, hogy az valamilyen különleges közelgő ünnep a minden hetes szombatnak az, a tisztelete miatt gyújtjuk meg a, a gyártyákat. Tehát a minden héten ránk, köszönő, ránk köszöntő szombat miatt gyújtjuk meg a gyertyákat. Um, egy érdekes dolog, praktikus dolog. Ugye mi van akkor, hogyha nincs nálunk luach, luach, nincs nálunk naptár, zsinógai naptár, ahol explicite rá tudnánk találni, és lenne írva az, hogy hány órakor van a szombati gyertyáknak az éppen aktuális... Um, Uh, fellobbantás idejét. Tehát tegyük fel a héten Vajhi szakaszban, mikor kell gyertyát gyújtani mondjuk például Mékládházán, um, vagy mikor kell uh, uh, gyertyát gyújtani Sopronkőhidán, vagy mikor kell gyújtani Budapesten. Budapesten még csak, csak talán az ember egy-két uh, hosszú szakállas, vagy kevésbé hosszú illetőt, aki tényleg el tudja igazítani, mikor van gyertyagyújtás. Emlékszem, egy pár évvel ezelőtt éppen a rituális fürdőből uh, mentem a Vasvári Pálóci zsinagóga felé, egy péntek délután, csak a Kazinci utcai, ö, 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 ugye a Rostúdvarból, aki kikiabált az erkélyen éberül, vagy így is nem emlékszem, hogy mikor van egy gyertyagyújtás ideje. És ez kicsit meg voltam lőve, mert pontos nap, persze pontosan nem tudtam megmondani, is nem én vagyok a gyertyagyújtó. Azt tudom, hogy mikor, tudtuk nagyjából, hogy mikor van, de persze pontosan az ember nem akar füllenteni. E, és és mi, mit lehet ilyenkor csinálni? Nagyon egyszerű dolog. Manapság már vannak ugye kalkulátorok, és vannak, az ember beírja a Google-ba, ez a reklámhelye, vagy nem a reklámhelye, beírjuk a Google-be azt, hogy, vagy a keresőbe, hogy mikor van naplemente, például beírjuk azt, Erev Tovdani, beírjuk azt, hogy naplemente.hu, vagy leírjuk, hogy naplemente Budapest, vagy naplemente Nyéklátháza, vagy Sopronkőida, vagy Győr, vagy Pécs, vagy szajol, teljesen mindegy, akkor ki fogja dobni a gép, hogy mikor van naplemente. Most kérem tisztelettel, ez nem a gyertyagyújtás ideje, hisz ez már eléggé késő lenne, legalábbis a legtöbb vélemény szerint, mert legalább, ugye, ahogy az előbb bontuk, kettő, ez a legelenyésző, -e -e vagy a legenyhébb vélemény, de leginkább 18, -20, 22, 23 perccel a szombat bejövet előtt, a naplemente előtt meg kell, hogy gyújtsuk a gyertyákat beütjük, hogy mikor van naplemente, levonunk belőle 18 percet, és akkor van, az lesz a mindjárt jutási idő. Szóval a manapság nem lehet akadály, ha valakinél nincs luhák. Ugye csak egy érdekes dologot szeretném felhívni a figyelmet, amit inkább szeretnék róla mesélni. Van Jeruzsálemben, van Hajfán, és ha jól emlékszem, még talán mit tudom, is egy olyan, egy olyan szokás, Izraelben jó pár helyen, van, azt mondja, hogy Izraelben mind úgy kéne, hogy 40 perccel a szombat bejövet előtt, azaz a naplement előtt gyújtanak gyárt. És ebben van egy vita. Ovádia József e, rabbi, e, áldás emlékére, aki a szfádi e, zsidóságnak volt az egyik legmeghatározóbb döntéshozója, az utóbbi ne, e, nemzedékeknek a legmeghatározóbb döntéshozója, Ő azt mondta, hogy ez a szokás, ennek nincs se eleje, se vége, e, én, én, le davar basszisz, hogy nincsenek a dolognak semmiféle uh, kezdet és nincs semmiféle fundamentum, és nem tudja, hogy honnan veszik az emberek. És ő volt azt hiszem az egyetlen vélemény, hogy, aki azt mondta, hogy nincs ilyen szokás. Ahogy a legtöbb rabbi úgy Jeruzsálemben, mint a világ több részén, ugye elismerik azt a szokást, hogy Jeruzsálemben például 40 perccel um, a szombat bejövetel előtt, az a, az a előtt, mondjuk így, van a gyertyajutás ide. Ezért ne lepődjön meg senki, hogyha még igazán korán lenne um, pénteken délután is valaki a, éppen a Mahane Yehuda piacról tartana hazafele, és még tudná azt, hogy ez az hallott ezen az órán, vagy akár onnan máshol, olyan információ vannak, lettek volna, hogy 20, 18, 20, 22, 23 perccel a naplement előtt gyújtunk gyertját, és hirtelen 40 perccel a szombat bejövetel előtt halljon meg a légvédelmi szirinákat Izraelben, ami nem tulajdonképpen istenmes, nem a bombázás miatt van, hanem azért van, mert az a gyártyagyújtás ide, és így jelzik ezt öm, 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 Izraelben, amúgy az összes városban, öm, akkor ne, ne lepődjünk meg, mert, mert van egy ilyen szokás is, de ugyanaz van még egy másik figyelmeztető kis zúgás is, és ez, ez vagy ilyen kis gyártyagyújtó hang, azért elég, aki Izraelben él, eléggé el tudja meg tud különböztetni ezt a két hangot, az egyik a sokkal élénkebb, sokkal hangosabb, sőt, mikrofonban is mondják, hogy milyen, milyen veszélyek leselkedhetnek az emberre, míg a szombati gyertyegyújtásnál vagy nem hall semmit, vagy csak egy rövid riadó szót, légvédelmi riadót, és utána sok helyen be is játszák a Solom nem nevezeti a Gyönyörű, amikor Jeruzsálemben, ugye, különböző helyeken a a Salom a kezdik el énekelni, a bömbölni hangszorok szombat bejöttelet, ez, ez, tényleg egy frenetikus érzés, ezt mindenkinek kívánom, hogy tapasztalja meg. De szóval visszatérve a dolognak a lényegére, hogy tehát van ilyen szokás is. Most csak annyit, annyit még ez a témához, hogy, hogy, hogy ez a, 23, 21, 20, 18, 40 percek, ezeknek mindegyiknek van um, valamilyen fajta eredete. Tehát, hogy honnan származtatjuk ezeket a számokat, és hogy honnan alak, hogy alakult ki ez a dolog. Most szintén, mint minden máson, mindenkinek a saját családjának szokását célszerű követnie. Nem feltétlenül kötelező, de célszerű. Erről a talán egy másik alkalommal. Um, de um, valamelyik szokást ragadjuk meg. Tehát vagy így, vagy úgy az egyiket tartjuk. Nagyon-nagyon fontos uh, dolog. De azt gondolom, hogy a legismertebb a 18 és a 20 perces gyártyagyújtás. Um, és 20 perc a nap előtt persze, és ezt ez, ez ez fontos tudni. Most egy, egy, csak egy, még egy apró, apró, de annál fontosabb dolog um, a csúszással. Ugye azt mondtuk, hogy ez a plagamincha, jövő héten 2-9-től kitárgyaljuk pontosan azt, hogy ez mit jelent és mi az az első időpont el fogjuk osztani, szorozni fogunk, hogy hogyan jön ki ez a de, de azt tudnunk kell, hogy mi van akkor, hogyha ami egy igazán nagy kérdés az, hogy az ember késlekedik, akkor mi van? Tegyük fel, hiba csúszott a számításba. Nem tudunk idejében gyertyát Akkor ebből a 18 percből mennyit lehet úgymond elcsenni, már ha lehet, és késlekedni a gyertyagyújtással? Ha igen, akkor vagy mi van, mi akkor, hogy az ember teljesen lekési? Akkor meg lehet-e kérni a, valaki esetleg valamilyen em, más felekezetből való illetőt, hogy ő gyújtsa meg, ő meg helyettünk, vagy ez szigorúan tilos, vagy inkább a következő alkalom, hogy gyújtson a, gyűjtsen a hölgy két, vagy, vagy, vagy egy, egyel több gyertyát, ebbe is bele fogunk menni. De azt nagyon fontos tudni, hogy egy ilyen 4-5-6-7 percet talán az ember késleketett, onnan tovább már ez egy nagyon-nagyon necces dolog. És nagyon nem célszerű ezzel úgymond szórakozni, elnézést a ö, nem szép kifejezésed, csak azért sem, mert ugye, hogyha valaki a fel ez a kalkulátor, azt mondja nekünk, hogy szombat bejövetele 18 perccel, mondjuk a naplement előtt 18 perccel kiszámoljuk, és a 16.34 tegyük fel, akkor ugye nem lehet, hogy ne felejtsük el azért, hogy például az az ember, aki Budapestnek az egyik végéből lakik, vagy a Buda... vagy és az az ember, aki Budapest másik végéből lakik, azért ott egy, két, három, négy perc is eltellett. Ugye? Ez nem, nem egy egyszer... kettő, kettő, két és fél perc biztosan. Tehát, hogy nem szabad soha kiszámolni ezeket a perce pontosan. Meg azt se felejtsük el, hogyha tegyük, fel, hogyha valaki Kelet-Magyarországon tölti a szombatot, mert tegyük, hogy Nyugat-Magyarországon, akkor ne a budapesti időpontot nézze, és ne is az egy házi időpontot nézzem, mert azért ott tényleg jó pár perc el kell, eltelhet, és azzal nagyon, nagyon, kell vigyázni. Az még talán, az, az, is egy nagyon érdekes téma, hogy a szombatfogadásnak a jele a gyertyújtás. Ugye ezt, ezt, ezt jó tudnunk, hogy a szombatfogadásnak a jele leginkább az asszonyoknál az az, hogy meggyújtják a szombati gyertyákat. Most a férfiaknál ez nem feltétlenül az, ami azt jelenti, hogy ha például van egy illető, egy férfi, aki egyedül lakik, és neki is kötelessége az előbbiekben mondottak alapján gyertyát gyújtania, akkor neki, ezt majd szintén fogjuk látni, akkor neki nem kötelessége dafke, vagy dafka a gyertyagyújtással magára venni a szombatod, hanem ő várhat és késlekedhet egy kicsit a gyertyák meggyújtásával, illetve késlekedhet azzal is, hogy meggyújtotta a gyertyákat, elmondta az áldást, akkor még nem kötelessége magára fogadni a szombatot. Ezzel szemben az lesz az, az, elfogadott szokás az az a hölgyeknél, hogy abban a pillanatban, amikor valaki gyertyát gyújt, akkor abban a pillanatban a szombat az ő részére, az ő számára beáll. Az egy más kérdés, hogy onnantól kezdve, vagy a múltkor ezt azért megemlítettem, hogy adhat kisebb-nagyobb parancsokat, akár a férjének, akár azoknak az egyéneknek, akik egy háztartásban vannak vele, vagy éppen ott vannak az ő környékén, és még nem fogadták magukra a szent szombat szentségét. Most ezzel kapcsolatban, ugye a kérdés az az, hogy mi van hogy amennyiben egy közösség a szombat szentségét még jóval a naplement előtt magára veszi, úgy még azt megelőzően kell, hogy a szombati lángokat fellobbantanunk. Ezt ne felejtsük el. Tehát ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog. Hogyha valaki például valamelyik zsinagógában a naptár szerinti időpont este 7 óra, de a szombat fogadás, a kábalát, a zsinagógában 6.30-kor van, akkor az otthonunkban még 6.30 előtt kell, hogy meggyújtsuk a gyertyát, a közösségi szombat fogadás előtt meg kell, a szombati mécseseket. Ugye ez talán egy kicsit a racionális gondolkodás mentén, hogyha végfuttatjuk, akkor ez egy érthető dolog. Mert ugye onnantól kezdve, hogy a közösség magára fogadja a szombatot, Nigrarim, onnantól kezdve a halála szerint ebbe is van egy kisebb, nagyobb vita, inkább egy nagyobb, ebbe vitatkozik a Ber Mojse, valamikor a Debreceni rabbi, egy, egy nagyon nagy tóra tudós volt, az Igeres Moise, a Moise Feinstein rabbi, ez egy különleges disputa van közöttük, hogy pontosan, hogy az egész háza, a lakás, vagy csinál, az egész háza népe az illetőnek a szombat, a, a szombat fogadás után kell, hogy menjen vagy elég, vagy az asszonyoknak nem szükséges ez. Tehát például, hogyha valaki meggyújtja a gyertyákat, vagy ha vagy egy, egy férfi magára veszi a szombatot a zsinagógában, tehát még jóval a idő ideje előtt lenne a szombatfogadás, akkor onnantól kezdve automatikusan a felesége, a gyermekei, illetve talán még azok az emberek is, akik hozzá vendégségbe jönnek, ő náluk is beáll -e a szombat, vagy, vagy sem. Na, lényeg az az, hogy ilyen, akkor még a fogadás előtt kell, hogy eltyárgyújtsunk. Ez azért akkor lehet érdekes, amikor például van nyári szombatok vannak, és igen későn, még Magyarországon talán nem is olyan későn, de például én emlékszem, akkor Franciaországban, Bárisban voltam egy sábeszre, akkor emlékszem, hogy 11 órakor kezdődött a szombatfogadás a zsinogógában. Azért ez nem egy gyerekbarát időpont. De sok helyen ezt azért előbbre hozzák, és úgymond szombati órákat szoktak beüzemelni, ami kicsit előbbre hozzák az ima időt, kicsit játszanak a, 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 nem az ima hosszában, hanem a szombat bejövetelével, tehát előfogadják magukra a szombatot. És Ez, ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogyha tegyük fel valaki a férj, már magára vette a szombatot, és neki beállt a szombat, és, má, és haza, és. és Előfordulat az, hogy ő már otthon van, hazért az imából, ő már sábezdike, ő már teljesen szomba, magára fogadta a szombatot, mert a közösségi ima által onnantól kezdve, hogy elmondjuk a mízmős illa jöme vagy a chabát szokás, illetve jó pár más szokás szerint a borhút, onnantól kezdve beáll nekünk a szombat. De hogyha, még a feles... hogyha ezáltal a legtöbb vélemény szerint a feleségének is beáll a szombat, mert ugye a nímsachim nigrarim, -nigrarot", utána ők is öm, a férjük Szombat fogadását kell, hogy kövessék, és odantól kezdve lehet, hogy már nem fognak tudni egy gyújtani, erre célszerű odafigyelni. Mi van azon a helyen, ahol több közösség van egy városban, és, és, és mindig, minden közösség más-más időpontban imádkozik? Ez amúgy Budapestről is elmondható, Budapesten is elmondható, ez a kérdés, ez nálunk is fennáll. Ugye egyik föl imádkozik valamikor, még a Vasvári Pál utcai zsinagóga, csak egy párat emelnék ki a teljeség igénye nélkül, meg más, megint más időpontban imádkoznak Óbudán, vagy a Várban, vagy akár a Újlipót városban, vagy a Kazinciban, vagy akár a Rabbi képződőben, akárhol máshol, teljesen mindegy, hogy hol. Most akkor melyik közösség után kell, hogy menjünk? Ugye azt tudok mondani, hogy a legvészesebb esetben az ember támaszkodhat a legkésőbbi közösséggel. az a legkésőbb a imádkozó közössége. De a szokás az az, hogy az asszonyok mindig és mindenkor a férjeik zsinógája után mennek, ami azt jelenti, hogy ha valaki tegyük fel a vasfáliba, imádkozik valakinek a férje, akkor ő azt szerint gyújtson gyertyát. Tehát ebből is lehetnek eltérő szokások, ez egy nagyon érdekes dolog amúgy. Egy másik érdekes dolog, és ezzel fogjuk, ez az utolsó dolog, amit felhozunk, vagy, vagy apró részt a a témának, a délután ima. Ugye ezt nagyon fontos tudni, hogyha valaki délután imát recitál, vagy mond a férfiaknál is, ott nem annyira fontos, de a hölgyeknél mindenféleképpen kötelesség elmondani a délutáni imát, még a gyártyagyújtás megelőzően. Miért? Mert abban a pillanatban, hogy ezt fogjuk meg, látni, ezt be fogom, ezt demonstrálni fogom, hogy ezt pontosan hogyan kell gyártyagyújtani a hálákhoz szerint, hogy az előbb mondtam, hogy hogy kell, hogy kell, a, hogy kell a viselkedni a gyufával, hogy szabad, hogy nem szabad, mit kell a gyertyákkal csinálni, tényleg egy érdekes téma. Ha az asszonyok meggyújtják a gyertyát, onnantól kezdve, vagy az áldásnál, megint mások szerint a gyújtás időpontjában beáll nekik a, a, a szombat. Onnantól kezdve nincs menekvés, bejött a szombat. Most, ha valaki elmondja, már magára fogadta a szombatot, vagy beállt a szombat neki, a szent szombat szentségét magára kell, hogy vegye. És onnantól kezdve Pénteki, azaz hétköznapi délutáni imát már nem mondhat, mert ugye az egyes egy mási ima, teljesen más áldozatokat, teljesen más szövegrésszel, másrészt hogy mondhatna szombaton a hétköznapi imát. Az egyetlen egy lehetőség, hogyha az illető, a hölgy látja azt, az asszonyka látja azt, hogy cus hogy túl késő van már, hogy tesz egy nájt, tesz egy, egy kitételt, és azt mondja, hogy kivételes alkalommal ezáltal drága teremtő Jóisten szeret magába, de legjobb, ha kimondja, magam szeretném a gyertyadjújtás után még elrecitálni a vénchát, és csak utána magamra fogadni a szombatot. Azaz elmondja az áldást, tehát akarja majd a szemeit, meggyújtja a gyertyát, a, a, meggyújtja a gyertyát, tehát akarja a szemeit, elmondja az áldást, és még azt, még a gyertyújtás előtt, kimondja, ha lehet akkor szavakban, az előbb azt mondtuk, hogy még ezen gyertyújtás által kivételesen nem kívánja magára fogadni a szombatot, akkor utána még nagyon gyorsan el tudja mondani a délutáni hogy imát. Hogyha ez nem történt meg, akkor probléma van, akkor több mint valószínű, nem tudja már elmondani a délutáni hogy imát, hogyha ezt a feltételt, ezt a kitételt nem tette meg, nem gondolt rá, vagy legjobb esetben nem mondta el. De ez se egy állandóan visszatérő dolog, ez csak egy intermitáló egy egy, 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 nagyon, inkább még az egy, egy egyszeri alkalom lehet, mert ezzel nem szabad szórakozni, de már megtörtént esetben, hogy erre lehet hagyatkozni. A férfiaknál ez egy kicsit másképp van, nálunk ez a dolog nincs olyan szigorúan béve, de hogyha van egy férfi, aki állandóan egyedül gyógyertját, tehát nincs felesége Istenmencs, vagy elvált Istenmencs, vagy valamilyen oknál fogva van anyuk ennél a két lehetőségnél, akkor olvastam egy érdekes véleményt, nem egy ismert vélemény, de egy annál fontosabb rabbinak a véleménye, Olyerbach rabinak a véleménye, aki vélemény, azt mondja, hogy egy idő után, hogyha egy férfi, ha jól emlékszem az ő elnézést, nem, ebben most nem vagyok biztos, ha egy idő után egy férfi, hogyha egyedül van, és, és mindig egyedül gyújt gyertyát, akkor ő most egyszerűen fogalmazok, olyan lesz, mint egy nő azaz neki is úgy kell, hogy gyertyágyújtson, gyújtson, hogy a hölgyek, azaz ő is egyből magára kell hogy vegye a szombatot. Ez egy nagyon érdekes vélemény, nem egy ismert vélemény, de minden esetre egy eléggé nemes és elég elismert döntés az orabinak a vélemény, és ezért célszerű ezzel a véleménnyel is számolni. Szóval azt mondjuk, hogy lehet arra, szóval azt mondjuk, hogy mindenféle éppen a délután ima elmondása, az még a gyertjai előtt kell, hogy megtörténjen. Most foglaljuk össze, amit mondtunk, amit tanultunk, amiről hallottatok, amiről meséltem, amiről beszéltem, és utána jöjjenek az ismétlő kérdések, hogy azt már megszokhattuk. Ugye miről tanultunk ma? Arról tanultunk, hogy milyen gyertyákkal gyújthatunk. Azt mondtuk, hogy lehet oliva, lehet parafin, viasz, azt mondtuk, hogy tanultató gyerekek lehetnek, vannak kilátásban, hogyha valaki szigorúan, hídbuzgóan beszi ezen törvényeket. A gyártyújtás idejéről volt szó, azt mondtuk, hogy van 18, 20, 21, 23, 24 is van, 40 perc is van, azt mondjuk, hogy a gyertyák száma az lelkek számának megfelelő, azaz, ha négy gyerek van, két felnőtt, akkor az 6, mondjuk, hogy van 7, 10, és hasonlóak. Erről tanultuk a mai napon, illetve azt is tanultuk még, hogy milyen fontos, hogy mennyire fontos az, hogy ezt a 18 percet, vagy 21, vagy most már többször nem mondom, hogy hány percet az ember ne lép át, de belementünk abba, hogy mi van akkor, hogyha valaki megcsúszik egy kicsit. Arról még nem tudtuk hogy kit lehet megkérni, hogyha nagyon elcsúszik, erre majd szerintem két vagy három év múlva, hét múlva. És arról is tanultunk, hogy, hogy, hogy a gyertyagyújtás az már a hölgyeknél a szombat maguk. Kicsit elment a net, de most remélem, hogy újra itt vagyok, és ti is itt vagytok. A férfiaknál pedig kevésbé. Jó, első ismétlő kérdés, mindenkit megkérek arra, hogy helyezze az ujjait a klaviatúrára, a telefonjának a nyomogombjaira, hogyha ez esetleg nincs, akkor az érintő képernyőre, és jönnek az ismétlő kérdések, drága, egybegyűltek. Első kérdése, szeretném megkérdezni a drága tisztelt publikumot arról, hogy melyik gyártják a megfelelőek a gyújtásra. Egyes gomb, oliva, Kettős, kettes gomb, fagyú vagy akár parafin. Hármas viasz. Melyikeket lehet használni gyertyújtásra? Egyes oliva, kettes, parafin vagy fagyú, hármas viasz. Várom a válaszokat. Addig lehány. Nagyon jó. Van, itt már eltérnek a vélemények Éva és Nikol között. Eltérnek a vélemények, de valaki, valaki lájkolta like a véleményedet. Ez, az, az, olyan, az mi? Hogy egyetért veled? Így megnézzük. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Na, hát akkor úgy mondanám, elég kevés megfejtés érkezett. Egy kicsit sajnálom ezt, de remélem, hogy azért majd azért aktívabbak lesznek a tisztelt nézők, hallgatók. Nem igazán tudom pontosan, hogy ki van itt, de mindenkinek szól ez a dolog. Ez a Öm, ez a, ez a Aki azt írta, hogy kettes, neki is igaza volt, de a helyes válasz az egy, kettő, három. Péter Suszter, jó estét kívánok, drága Péter. Remélem, hogy jól vagy, és hamarosan találkozunk, drága Péter. Szóval az egyes, kettes, hármas mind a három az jó volt. Oké. Okay. Második kérdésem. Mondjuk meg, mondjunk, írjunk le, melyik az a szám, amiről a ma este nem beszéltünk. Ez egy kicsit nehezebb kérdés lesz. Jó, mondok egy pár számot, és így vagy úgy, valamilyen kontextusban, valamilyen oknál fogva beszéltünk ezekről a számokról. Most lesz egy szám, ami, ami amiről nem beszéltünk, és most azt a számot kell bepötyögni, oké? Okay? Tehát egy szám lesz az összes szám közül, amit felsorolok, amiről ma est, ami, amit nem említettünk meg. Oké? Okay? Ez egy kis eltér az előzőktől, de ez is talán érdekesebbé teheti a, a dolgot. Na, barátaim, a számok a következők. Most aki most kapcsolódik be, jó eset, kívánok, Horváth Tamás, nem egy lottóhúzáson vagyunk, hanem csak a mai anyadnak az ismétlésénél. Na, akkor mondom a számokat, melyik a helytelen szám, azt az egy számot kéne leírjátok. Jó? Mondom, figyeljetek. 2, 7, 10, 18, 20, 21, 23, 24, 40, 45. Ajajaj, ez egy kicsit hosszú volt. Akkor még egyszer elmondom, most ez az fejből. Azt mondja, hogy 2, 3,

várok még egy keveset, már jöttek jó megoldások, jött, nagyon sok jó megoldás jött, három megoldást látok, Na, barátaim, akkor gyorsan merjünk végig. Aki azt írta, hogy 45, neki volt igaza. A mai órán a 45-ös szám, legalábbis tudtom, ma nem lett megemítve, legalábbis is az, az abból gondolom, hogy nem tudom most hirtelen mihez kötni. Viszont kettőnél tanultuk azt, hogy két gyertya. Háromnál tanultuk azt, hogy... Hogy? Nem tanultuk ki erről, de hogyha van egy gyerek és két felnőtt, akkor három gyertya. Tanultunk utána a tízről, tanultuk a hétről elnézést. A hét, hét gyertya, van, aki hetet gyújt, van, aki tized gyújt. Ugye? Amúgy a 36-ot nem is mondtam. Aztán van, azt mondjuk, hogy van 18 perc, 20 perc, 21, 22, 24, 23 is van. Van összem egy ilyen vélemény. Van 40 perc is Jeruzsálem, és egyet nem mondunk a 45 azt nem mondtuk. Tehát aki 45 a írt, az jó. Utolsó kérdésem más térre, most csak három is kérdésünk lesz. Azt kérem, hogy írjátok meg nekem, hogy mondhatok-e délutáni imát gyertyagyújtás után, ha hölgy vagyok, ha asszonyka vagyok. Első válasz. Egyes gomb. Igen, második gomb kettes nem, hármas gomb nagyon ritkán kitétellel. Tehát mondhatjuk a -e délután imát, gyertyajutás után egyes, igen, kettes, nem, hármas kitétellel. Egyes, igen, kettes, nem, hármas kitétellel. Amíg várunk egy kicsit, jönnek ezek a válaszok. Tudom, hogy ti egyből bepötyögitek, csak lassú az internetem. Na, marátaim, a hármas szám az a jó. Az a jó megoldás. A hármas szám a jó megoldás. Ha valaki elcsúszott a, 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 a délutáni ma ima elrecitálásával, elmondásával, akkor ha nagyon-nagyon ritkán tesz egy kitételt, akkor még menthető a szituáció. Ezzel búcsúzom. Mindenkinek kívánok további kellemes és jó estét, jó tanulást, eredményes időtöltést, sok tóra tanulást, és jövő héten kedden, 9 órakor találkozunk. Mindenkit üdvözlök szeretettel. Koltóv!